December 12-én a HC Kiskörös szervezésében országos bajnoki rendszerhez tartozó tornát rendeztek a Rajz Attila jégcsarnokban az U8-as korosztály számára. Az eseményen a két helyi csapat mellett a Bajai Lurkók és a Kecskeméti Kesi Solymok utánpótlás csapata szerepelt. A torna történelmi esemény volt a Kiskörösi Jégkorong Egyesület életében. Mi éltünk a lehetőséggel, hogy ebben az évben először, az egész fennállásunk óta először az U8-as csapattal kettő HC Kiskörös csapat tud kiállni, így megvan a négy csapat, és meg tudtuk rendezni ezt a tornát. Ilyen népes a Kiskörösi U8-as csapat? Igen, hál' Istennek nagyon nagy sikernek örülünk tényleg, mert ilyen még nem volt, ez még szinte könnyeket is ejt a szemünkbe. Nagyon-nagyon sokan vannak a gyerkőcök, és ezért sajnos a tornákon szelektálnunk kell, hogy ki tudunk elvinni, és felmászva visszük a gyerekeket, mert ugye korlátozva vagyunk minimum létszámba is, de maximum létszámba is. És hál' Istennek, hogy meg tudtuk rendezni ezt a tornát úgy, hogy most mindenki itt volt, sőt, sajnos ugye még most is vannak karanténban gyerekeink, így is vannak hiányzók, 4-5 fő. Mit jelent ez a sok gyermek, hány fős létszámmal tudtok dolgozni ebben a korosztályban? A csapat létszáma az jelenleg most az ilyen 25 körül van, ilyen soha nem volt, általában mindig a minimum létszám mérkőzése kezdetén az a 6 plusz 1 kell, hogy legyen, ugye 6 mezőnyjátékos és 1 kapus, és most hál' Istennek már 2 kapusunk is van, ezért tudtunk így kiállni, hogy 2 kapussal, és hát mind a két csapatban 6-6 játékossal. Az U8-as csapatnál hogyan áll össze az edzők személye, a szakmai háttér? Az U8-as csapatnak az edzője Kosocki Tibor, ő a mindenki tipcsije. A csarnok általában az ő edzéseid alatt csak tipcsiként zeng, mindenki a tipcsi bácsi után rohangál. Ugye az létszámban rengetegen vannak olyan játékosok, akik még nem érik el az 5 éves kort, tehát őket még nem tudjuk leigazolni, ők nem tudnak még hivatalosan játszani mérkőzéseken, de már második éve 3 évesen jöttek, tehát most a 4 évesen tapossák itt a jeget, és borzasztó ügyesek. Hogyan látod a fiatalok fejlődését most a mérkőzéseken? Mennyire köszön vissza azt, amit az edzéseken el tudtak végezni? Ilyenkor lehet ezt nagyon jól látni, ugye mondják, hogy egy mérkőzés az 4 edzéssel ér fel, tehát ilyenkor azért ki vannak a gyerekek fáradva végére, főleg, hogy 3-4 mérkőzésük van egy torna alatt. Van még hova fejlődnünk, mindig is lesz, de nagyon-nagyon ügyesen gyakorolják azt, amit az edzésen próbálgatnak. A mai napon két edző is irányítja a csapatot, ugye két csapatról van szó, kik ők? Igen, mi vagy az összes korosztályos edzőnk, nevezném most Zorán Jeremazovicsot, ő éppen az U16-os korosztályunkkal van, nevezném Zsigmond Imrét, ő az U12 korosztályjal van, Sándor Zsolt, ő az U18-as korosztályjal van. Személy szerint én, mint edző, nem tudok a hazai tornákon kint állni a gyerekek mellett, mert én versenybíró vagyok, és akkor ilyenkor szoktuk a Szekeres Károlyt, mint elnököt beinvitálni, hogy akkor álljon oda a gyerekek mellé, de nagyon élvezik, nagyon szeretik őt is. A mai torna szabályairól mit kell tudni? Azért ez nem egy szabványméretű pálya, ugye kisebbek a kapuk, a játéktér. Hogyan tudnád bemutatni ennek a korosztálynak a játékszabályait? Ők egyszer 18 percet játszanak futóórával, tehát nincsen náluk megállítás, csak akkor, hogy a sérülés van. Nincsen eredmény, nem számolunk eredményt azért, hogy a gyerekek ne érezzék a súlyát, hogy... Ne menjen el a kedvük, ez a szövetségnek ez a szabályzata, ez nem a mi szabályzatunk, hanem ez globális, és hát az első ilyen mérkőzést tartjuk, ami két, tehát egy pályán játszunk, ugye, de mégis két helyszínen, mivel hogy a pályánk adottságai ezt eddig is megadta volna, csak sajnos nem vettük észre, hogy igazából ezt tudnánk így játszani, és most már ugye a pályát felosszuk, elharmadoljuk, és a két szélén megy a mérkőzés, és a középső tereken mennek a cserék. Ezt a bajnokságot hogyan kell elképzelni, milyen szint az országos viszonylatban? Országos viszonylatban háromféle szintről beszélünk, van a kék, a legerősebb korosztály, van a sárga, a közepes, és van a piros, a kezdők. Mi minden évben az U8-on a kezdőkbe nevezünk. Idén tudtunk volna sárgába nevezni, de sajnos
későn vettük észre, ugye, hogy mennyi gyerekünk is van, ezért vagyunk most egy kicsit meglőve, ugye, hogy két csapatként tudunk mindenhol megjelenni teljes létszámba, de pirosként vagyunk most számba véve, viszont el szoktunk járni sárga tornákra is azért, hogy a gyerekek lássák, hogy hova tudunk fejlődni. Idén lesz-e még esetleg itt hazai környezetben valamilyen mérkőzésetek bármely korosztály számára? Idén hazai mérkőzés nem lesz, januártól U10-es korosztály is, U8-as korosztály is, és U18-as korosztály, ez rengeteg lesz. A következő év tehát rengeteg izgalmat tartogat a HC Kiskörös csapatai számára.